Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a legújabb epizódban. Innen jelentkezünk Debrecenből, ugyanis a mai nap folyamán szilveszterre leutaztunk ide, hogy kipróbáljuk ezt az újonnan elkészült óriási skateparkot, ahol nem csak park van, de van egy nagyon-nagyon színvonalas beton street pláza, egy kis pullal, van egy triálpálya, illetve még készülő félben van egy pumpapálya is. Ez most szerintem az országban az egyik legversenyképesebb, legnagyobb, legjobb minőségű pálya. Megvannak azok az elemek, amelyekkel a külföldi versenyeken is lehet találkozni. Nem is nagyon szaporítom tovább a szót, megmutatom, hogy milyen is ez a hely. Na legelsőnek kezdjük akkor ezzel a kis street plaza szekcióval. Van itt ez a kis pool, hogy egész jól néz ki, minősége is tök jó. Mindjárt megnézzük, mit lehet csinálni. Tök jó. Nagyon tetszik, hogy mindenhol van egy kis elem, és kis íves. Nem lett elsajnálva, hogy csak sima döntést csinálnak, hanem ívet. Van egy kis vulkán. Jó! Egy ilyen kis stepdownos subbox, nagy negyed. Korlátok, csúszó, dobozok. Na nézzük ezt a gyönyörű nagy skateparkot. Innen droppolok erről a nagy negyedről. Először egy ilyen kis speed check, hogy mennyit kell, csak áttolom. Bele a negyed, negyedből a webbe, bálnás box. Ide szerintem fel kiadja. Azaz, ezt még vissza nem ugorom. Elég smooth. Ja, innen vissza kéne menni. Hopp. Nagyon jó. Ez nagyon kényelmes, oda-vissza nem tudok. Nézzük a spine-t. Ne akadjon, és nem akad. Nagyon jókat lehet menni. Ez az. Yes, Lili. Yes, Lili elég éli a pályát, ő már volt itt egyszer. Nagyon jó. Nem annyira gyors, mint számítottam rá, mert nyilván lehet még gyorsabban menni, hogy magasabbra tudjak ugrani. De nagyjából nem akadtam le sehol. Megyek még egy kicsit, aztán megnézzük, milyen transfereket lehet menni. Hát az első transfer meg volt, a Fastperiből majdnem megdöglöttem, de jó, ez egynek jó. Azt a nullkezet lehetett volna azért még egy picit szebben nyújtani. De nincs olyan sok időnk itt, hogy mindent nagyon maxolgassunk, ez most egy ilyen kis perc nap. Na jöjjön, Szili! Na, azt tudom mondani, hogy egész jól érzem a pályát. Szili eddig is érezte a pályát. Nyomott érkezőbe 3-6 vonalat, faszom jól kezelt, ezeket ma is láttátok. Nagyon jók a vert falak, nagyon jó a vert beugrás a negyedekről. Most pár célt akarok magam elé kitűzni. Elsősorban az, hogy ott, ami a nagy negyedi felett van, Warright fal, az be kéne gurulni. Szépen így hosszan elnyújtva, az nagyon jó lenne. Szili, neked? Ott a transfer null kéz. Beadni a null kéz a terve? Na, hát vannak még tervek. Rúgtam Vápét a step-upon, annak örülök, szaltóztam. Nem nagyon nyomjuk ma meg, tehát nincsen hatalmas bangerses, ismerkedünk vele. Meg csak én vagyok a gyerekkel, szóval én azért vigyázok magamra, de... Ja, nyomjuk tovább. Na innen kéne jövök fel egészen, és hogy ide felugrani,
ezt onnan vissza. Azt kell kitalálnom, hogy honnan jövök rá. Jó. Nem volt rossz az első próba, de kicsit lassú voltam, mert csak azt sikerült, hogy felugrottam, és egyből estem bele vissza. Kell egy kis plusz sebesség, szóval visszaugrom a boxot, rátekerek még egy nagyot, lehet kettőt. Ha jól kiadja, akkor utána megyek spine, beugrok a kicsiből a vertbe, és jön egy Superman seat grab a végére. És itt fogom kezdeni, hogy a step up-ot ugrom vissza, lehetőség szerint egy KP-ba. Lesállítom a felvételt, kamera lokkolva. Hú, gyerünk! Ez jó lesz. Ez az. Na most kell jónak lenni. És még egy tap. Tengel. Yeah. Na most nézzük meg, hogy is néz ez ki kívülről. Na most jön Szili, hogy ő is pipáljon egyet. Beadja ezt a kis transfer R0 kezet. Na nézzük. Határozottan! De jó volt! Át kéne gurulni abból a vertből, negyed felett, abba a vertbe. És azt úgy találtam ki, hogy azt a boxot vissza kellene ugrani. Nyomjuk le, mert lassan indulunk haza. Jó! Jó! Jó. Van még itt oldalt egy ilyen kis dörtös pumpa sor. Zárásképp ezen megyünk egy gomotot. Menjünk el oda. Jó. Szóval ennyi volt ez a videó mára, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, összességében nagyon-nagyon tetszett a pálya, nagyon jót bicikliztünk Szilivel. Hát igen, nos ez az a pálya, ami a nemzetközi versenyekre való felkészülést tudja biztosítani, ezeken lehet azokat a dolgokat elsajátítani, amit később kamatoztatni lehet külföldi versenyeken. Szóval le a kalappal, hogy Debrecen városában egy ilyen pálya megvalósult, a kivitelezés nagyon-nagyon szuper. Biztos, hogy fogunk még jönni. Nagyon-nagyon örülnék, hogyha a közelünkben is lenne egy ilyen pálya, Budapest és vonzás körzetébe. De nagyon örülök, hogy nem kell repülőre ülni, hogy egy ilyen pályán tudjunk bringázni. Szóval a következő videóban is tartsatok velünk. Ha tetszett, iratkozzatok fel. Illetve vettünk még fel egy klipet, ami mondhatni a nap banger klipje volt. Ezt pedig az Instagramon meg tudjátok tekinteni. Ide rakom a nevemet. Szóval találkozunk a következő videóban. Sziasztok!